180 profi versenyző, 30 csapat, 20 különböző országból, Új-Zélandtól Kuwaiton át egészen Amerikáig. Szombaton délután 1 óra 55 perckor Paksról a Gesztenyés utcából rajtol el a 48. Aliszka-Baugemenci nagydíj. A versenyzők előbb az atomerőműhöz tekernek, majd a városon belül egy sprint szakasz következik. Ezt követően Kölesden, Medinán, Szedresen, Julia Majoron, Tengelicen, majd Harcon áthaladva térnek vissza Paksra 3 kör erejéig is. Amikor a versenyzők ezeken az útszakaszokon áthaladnak, amely érinti a 6-os számú főutat is, akkor ideiglenesen teljes útlezárásra számíthatnak az arra közlekedők. Mindegyik napon kérjük minden járművezető türelmét, hogy a közlekedés ne okozzon fennakadást és ne legyen baleset. A befutó szekszárdon a Béla Király térrel lesz várhatóan délután 17:30. Vasárnap szintén a Béla Király térről indul a verseny, akkor a Sárközön haladnak át a kerékpárosok, majd Szálkán keresztül Kismórágyon át tekernek. Ekkor is 3 kört tesznek meg, végül a befutó ugyanott lesz, ahol a rajt is volt, a Tolnai megyeszékhely központjában. Ez a verseny körülbelül 128 kilométeres szakaszt jelent, és erre is ugyanaz vonatkozik, mint a szombati napra, hogy akkor, amikor a versenyzők az útszakaszokon elhaladnak, akkor ideiglenesen teljes szélességében le fogják zárni az utat. A Gemenci nagydíj háztömb körüli szakasza vasárnap este 3:48-tól indul Szekszárd belvárosában.